idővel kapcsolatban sokszor felmerül az a mondat, hogy jaj, nincs időm erre vagy arra. Én az ilyen típusú embereknek nagyon egyszerűen szoktam válaszolni, hogy vizsgálják meg az adott napjukat, egy adott napjukat, hogy azkor mivel ment el az idő. És észre lehet venni nagyon könnyedén, hogy valószínűleg tévéztek egy jó darabot, ezzel általában 2 óra szokott elmenni egy átlag embernek. Valószínű cigiznek, ezzel is elmegy 1-2 óra egy átlag embernek, aki cigizik. Valószínű foglalkoztak a politikával, sokat beszélgetve erről a barátaikkal, családtagjaikkal, bárkivel, ezzel is el tud menni jó pár óra a nap folyamán. Tehát, hogy találjuk meg azokat az idő elszúró tényezőket, amivel ténylegesen veszítünk a napunk hatékonyságából, és veszítjük a napunk óráinak számából, veszítünk belőle. Tehát ezeket találjuk mi meg, és ne dugjuk a homokba a fejünket, hogy jaj, most pár szál cigi az nem a világ, vagy egy kis tévénézés csak lazulásképpen az nem a világ, de igenis, nagyon sok idő elmegy erre, konkrét mérések vannak erre, én is sok vizsgálatot csináltam erre, nagyon sok óra elmegy, akár csak ezzel a 3 dologgal is, még nem beszéltük semmi másról. De mindenkinek megvan a saját életében az, amivel ténylegesen veszít az idejéből. Ezzel nincs semmi gond, mindenki úgy tesz, ahogy akar. De amikor ez a mondat elhangzik panaszkodásképpen, hogy nincs időm erre, arra, amarra, és ezért nem csinálok értelmes dolgokat, akkor azért meg szoktam jegyezni, hogy ezt a pár dolgot vizsgáljuk meg, mert vélhetően szerepel a napunk programjában ezekből valami, amivel jelentős időt veszítünk, és csodálkozunk, hogy nincs időnk pihenni, nincs időnk szórakozni, és nincs időnk élni az életet.